A karcagi járásügyészség jelentős kárt okozó bűnszervezetben elkövetett csalás büntette, és más bűncselekmények miatt emelt vádat csak nem 100 vádlottal szemben, akiket azzal vádolnak, hogy csoportonként szerződve 2012. áprilisa és 2014. júliusa között Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, Svédországban, Svájcban és Olaszországban különböző autókölcsönző társaságok képviselő megtévesztve, prémium kategóriás autókat béreltek ki, majd azokat Magyarországra szállították és értékesítették. Az ügy terheltjei 96 fő, közel 100 darab prémium kategóriájú bérautóra követték el bűncselekményeiket. E nagyszámú cselekmény megvalósítása alkalmanként is több elkövetőtárs összehangolt cselekvését feltételezte, de jelentős azon történeti tényállásoknak a száma is, amelyeket az egyes elkövetői csoportokhoz tartozó vádlottak szerepeik rendszerinti megosztása mellett sorozatosan rendszeres haszonszerzésre törekedve vittek véghez. Ennek folytán az ügy alapvető eldöntendő kérdése, hogy ez a szervezettség a rendelkezésre álló bizonyítási eszközökből nyerhető tényadatok alapján minden esetben csak bűnszövetség, avagy bizonyos esetekben a bűnszervezet büntetőjogi fogalmi elemeinek feleltethető-e meg. A vádirat szerint az egyes vádlottak több csoport tevékenységében is részt vettek, anyagi elszámolás mellett segítették egymás tevékenységét, tolmács kísérő biztosításával és a gépjárművek értékesítésében történő közreműködéssel. A tényfeltáró részben bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást tevő 90-edrendű vádlott saját cselekvőségén túlmutató, olyan összefüggésekéről is be tudott számolni a cselekménysorozatnak, amelyek nem csak az aktuális vádlottársak adott tényállásban betöltött szerepére, jelentőségére világítottak rá, hanem betekintést biztosítottak a sorozatos elkövetések mögött álló személyek, köztük saját maga célkitűzéseibe, és az azok realizálása érdekében végzett szervezőirányító tevékenységébe is. Körültekintően megszervezett cselekményeiket a munkamegosztás jellemezte. Az irányítók, szervezők, végrehajtók cselekményhez kötésének, felderítésének megelőzése véget, a bűncselekményre szánt pénzt kizárólag a Stroman személyéhez köthető, rendszerint erre a célra nyitott lakossági folyószámlára fizették be, nem azonosítható, a befizetés céljáról ismeretekkel nem rendelkező, alkalmanként felkért személyekkel, többségében hajléktalanokkal. Annak érdekében, hogy esetleges elszámoltatáskor ne tudják egymást vagy megbízóikat azonosítani, kioktatták az együttutazó alkalmi elkövetőtársakat arra, hogy kiutazásuk, a végrehajtás, valamint a visszautazás során ne beszélgessenek, személyes információkat egymással ne közöljenek. Az irányítók, szervezők, végrehajtók az elkövetői csoporthoz nem tartozó alkalmi vádlottársak jelenlétében elkerülhetetlen személyes érintkezéseik során gyakran álneveket használtak. A vádlottak rendszeresen használtak kizárólag az elkövetői társaikkal való kommunikációra szolgáló feltöltőkártyás, munkás mobiltelefonokat. Az elkövetési helyek megközelítéséhez többnyire a személyükhöz nem köthető, Magyarországon bérelt, kölcsönzött gépkocsikat használtak. Az adott cselekmény minden résztvevőjének menekítése érdekében arra bírták rá, avagy azon szándékában erősítették meg a saját adataival bérlő terheltársat, tegyen hamis feljelentést annak igazolására, hogy a bérletből folyó visszaszolgáltatási kötelezettségének azért nem tud eleget tenni, mert a gépkocsit ismeretlen személy ellopta, ismert személy elsikkasztotta. Több bérautó egy időben történő Magyarországra szállításakor rendszerint konvojban haladtak annak érdekében, hogy esetleges hatósági ellenőrzések alkalmával az értékesebb autó menthető legyen. Egyes esetekben az irányítók, szervezők a bérautó egyedi azonosító jelének meghamisítása iránt intézkedtek. Esetenként az irányítók, szervezők, végrehajtók maguk jelentették be az orgazdának már értékesített gépkocsi feltalálási helyét a rendőrségnek azzal a céllal, hogy a bérlést végrehajtó terheltárs mentesüljön annak gyanúja alól, hogy szándékosan szegte meg visszaszolgáltatási kötelezettségét.